A tornára egész Vajdaságból 13 klub nevezett be, mintegy 160 résztvevő érkezett Tisza-Kálmán falvára. Egy-egy kategóriában szoros volt a mezőny, a helybéli lányoknak mégis sikerült érmet szerezni. Prvi put nam je da smo u kata timu izašli, bilo nam je mnogo čudno zato što nas je trener tek tako iznela da prijavio za kata tim. Jako sam srećna što sam po prvi put radila u kata timu i zadovoljna sam trećim mestom zato što je ovo prvi put i nadam se da će biti još toga. A fiúk is több kategóriában versenyeztek, egyesek több éve edzenek, szeretik a sportot. Az újpázovai gyerekek közül van, aki már 3 éve rendszeresen részt vesz a versenyeken. Prvo sam video od svog ujaka, on je bio trenirao ovde i onda se meni to svidelo i dolazio sam tamo, trenirao sam, onda sam počeo da idem na takmičenje da osvajam medalju. A karate az egyik legnépszerűbb sportág a világon, mintegy 100 millióan űzik. Szerbiában 750 klubot tartanak nyilván, amelyben 40 ezer személy edz aktívan. Ez a fajta harcművészet terén előrelépések is történtek. 2020. godine karate se pojavljuje na olimpijskim igrama. Karate je institucionalno završio i taj ulazak u sistem školskog sporta, znači na nivou Republike Srbije. Karate je primljen u školski sport. Prvi put je učestvovao prošle godine na školskoj olimpijadi i tu pokazao svu svoju snagu. A Tisza-Kálmán falvi Panther klub, amely egyben a szervezője is volt a tornának, az idén ünnepli fennállásának 5. évfordulóját.